na nézzük, hogy milyen, ahogy megyek, és egy ilyen fényviszonyban egy kicsit rátekerek. Kíváncsi vagyok. Megérkeztünk Balatonfüredre, november eleje van, borzasztó rossz az idő, és hát ennél jobb nem is lehetne arra, hogy teszteljem, ugyanis nálam van most egy Sony A7 Mark III, viszont ami engem nagyon-nagyon érdekel, hogy a 16-35-ös objektívből van kétféle, van a GM, ami 2.8-as fix fényerő, amúgy most azon láttok, és van egy 4-es fényerő, és ugye a tipikus vlogoláshoz, Az elkenés, nekem a GH5-ből pont az elkenés, ott ugye kisebb a szenzor, az zavar, és itt egy full frame van, most 16, de szerintem így is nagyon nagy a keret, úgyhogy most puskázok. Most 24-re raktam, ami szerintem így jobb és még durvább kenés lehet hátul, és ezt szeretném leteszni, hogy mi a különbség a 2.8 és a 4-es között, úgyhogy közel jöttem, ezt fel fogom venni 4-essel, és hasonlítsuk össze. Na, nézzük meg, hogy mi a különbség, úgyhogy láthattátok, hogy átmentem most, ugye a 16-35-ös fix 4-es objektív van rajta, most 16-tal beszélek, ugyanúgy megpróbálom, hogy most 24 mm-re felhúzom. Most 24-en vagyunk, kíváncsiak nagyon az összehasonlításra, hogy milyen. Amúgy, ha egy kicsit beszéljek, hogy lássátok, hogy amúgy milyen a háttér, meg majd ugye az összehasonlítóban legyen footage. Annyira furcsa, hogy nem látom saját magamat, ugye. Az egyetlen limitáció, ami igazán visszatart engem a Sonytól, az az, hogy nincsen ez a flip-out screen, és most nem látom magam, aminek talán az egyetlen pozitívuma, hogy nem nézek így el oldalra, hogy magamat nézem, hanem tényleg végig a lencsébe, a kamerába nézek, de nagyon zavaró, hogy nem tudom, hogy milyen a szög. Erre vannak különböző hekkek, majd később vissza fogok térni, mert még nem tudtam vele foglalkozni. Most pedig még egy módot nézzünk meg, ez pedig a selfie mód, hogy mennyire tudom elkenni, most ugye 4-esen vagyok, és 16-ban, mennyire keni a hátteret itt például, most ha erre fordulok, itt ugye mögöttem vannak fák viszonylag közel, de szerintem a 16 az óriási, szóval a 16 az... De jó a háttér zaj! Na, most itt vagyok a 16-35-ös GM 2.8-as fix fényerővel, olyan 24-25 mm-en, ahogy váltottunk. Nézzük meg, hogy milyen egy közeli háttér. És most pedig kimegyek teljesen 16-ra. Hát ez a széles látószög, szerintem ez brutál lehet. Nem is tudom igazából, hogy kell-e ilyen nagy látószög nekem, mikor az, ami van. Sőt, most igazából fogom csak magát a kamerát, de ezt még messzebb tudom hozni. Nézzétek meg! Ilyen távolságban is tudok lenni, és szerintem ebben nem kell. Tényleg most fel fogom húzni, mert egy olyan 28-ra nézzük meg úgy, mennyire vagyok kivágva. Így vagyok 28-an, talán ez szűk, de nézzük 24-en, ami tökéletes lehet ilyen vlogolásra. Ez a 24, de ez... Hozzátartozik, hogy most tökre kinyújtom a kezem, én így szeretek mondjuk tartani, vagy mondjuk egy ilyen szinten. Ehhez meg ugye, ha tágra megyünk, azért az durvább tud lenni. Na ez egy ilyen első teszt volt, alig várom, hogy megnézzem, és folytassuk a napot, mert hogy egy konferencián vagyunk itt Füreden. No, hát ugye a Sonyról azt szokták mondani, hogy a rossz fényviszonyokban valami jól tud teljesíteni. Ugye most 2.80 vagyok, viszont hátulról jön egy erős fény, ahonnan beskerült, úgyhogy kíváncsi, hogy így milyen. Megint nem látom magam, de legalább érzem azt, hogy a lencsébe beszélek. Most a 2.8-as GM verzió van benne, és 16-on vagyok, de most ráfókuszálok magamra, megnézzük, hogy milyen. Amúgy egy kis körasztalon van maga a kamera. Most 24-re raktam rá, szóval egy körasztalon van, sokszor szoktam így beszélni, egy olyan 50 centire van tőlem maga a kamera. Hogy cseréljük ki 24-en, az most ugye 2.8-on van, és kicserélem a fix 4-es fényerőre, nézzük, hogy úgy milyen. És most átálltunk a fix 4-es 16-35-ösre, ez 24 mm-en van, kizumolok 16-ra, és újra idejövök, hogy meglegyen ugyanaz a sát. Itt vagyok 16 mm-en, fix 4-en, nézzük, hogy milyen vagyok én, milyen a kenés mögöttem,
És arra is kíváncsi, hogyha amúgy így ide jövök, biztos, hogyha ilyen közel veszek, még bőven minden benne van, lehet, hogy torzít egy kicsikét az arcomra, de hogy most a háttér el kell, hogy legyen kenve, meglepődnék, hogyha nem lenne. Fókuszálok egyet 24-re, és most ugyanúgy közel vagyok 24-en, most ez ilyen kész színelszetosba kell, hogy elkenje a full frame. Amúgy azt észreveszem, hogy elég nehéz látni, azért mindig fel kell, hogy álljak és nézzem, hogy hova tekerem, tehát valamilyen jelzőt majd oda kell raknom, hogyha a 24-re valahogy szeretném tekerni, hogy jobban észre tudjam venni. Amúgy meg tényleg bennem, hogy lehet, hogy egy 24-70 jó lesz, de ez most ezekből a setokból is kiderül, főleg, hogyha egy hátul vagyok. Menjünk, és valahol megint folytatjuk a tesztet, meg a napot, lassan kezdődnek a workshopok, nézzük meg. Éppen zajlik a workshop, amúgy most SWOT analízist kell csinálnunk, ami azt jelenti, hogy az erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket és veszélyeinket írjuk le. Hát nekem ezek megvoltak már a SpringTab-ben, úgyhogy kész vagyok. Most csináltam pár fotót, és most amúgy a 4-es fényerejű optikát tesztelem így. Megnézzük, hogy milyen, hogyha... Ja, és 20-ra raktam, 20 mm-re 4-es fényerővel. Megnézzük, hogy milyen a 2.8-al. És már 2.80 vagyunk. Nagyon kíváncsi vagyok. Úgy várom, hogy megnézem, hogy milyen a különbség. De most azért visszamegyek még egy kicsit dolgozni. Most tudti, hogy brutálisan el van kenve a háttér mögöttem a 2.8-al. Nézzétek meg, ilyen, hogyha 16-on vagyunk. Picit visszahozom, és hogy megyek, itt nincs képstabi, majd fogok csinálni egy olyan verziót is, ahol van képstabilizátor, ugye, mert a 4-esben van, ebben nincsen, és láthatjátok így itt milyen, hogyha megyek. Most 20 mm-en vagyok, és olyan szempontból még szivatom ezt az objektívet, hogy most már sötétebb van, ugye novemberben tök hamar sötétedik, ezt lehet is látni, most kirakom amúgy 16 millire, most így látok 16 millin, ugye, mert a 4-esben van, ebben nincsen, és láthatjátok így itt milyen, hogyha megyek. Nézzük azt, hogy mennyire rázkódik a kép, illetve az, hogy mennyire keni el. Ugye most itt, ha távol tartom, szerintem most nagyon sokat láttok belőlem, és talán nem annyira ken. Muszáj bevágnom magam, most 28 mm-en vagyok, mert van egy olyan érzésem, hogy még így is bőven látszódom a full frame miatt, aztán lehet, hogy ez nem így van, de ugye ilyen, mint amikor mondjuk így közelhozom, így kb. Kézzel is tudnám, és most meg konkrétan kitartom az egészet, sőt, most így kihoztam még jobban a kis tripodomat, azért valamennyit így is tudok sétálni vele, de most kapcsoljunk vissza az előző kliphez. De az a jó, hogy amúgy tarthatnám így is, és még bőven benne vagyok így, viszont jobban kell, hogy kenjen. Meglátjuk. Amúgy a workshop rész még tart, elmondtam a SWOT analízisünket, és nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy van egy hasonló, az iparág az ugyanolyan, amiben van az a cég, hasonló tevékenységgel más oldalról közelíti meg, sokkal érettebb, sokkal előbbre tart, mint mi, és ez ilyen megerősítés, hogy ugyanazokat a lehetőségeket, ugyanazokat a veszélyeket látják, és mert azért ez egyben nem csak egy vlog, hanem ugye az objektív tesztje, meg a gépnek a tesztje, nagyon zavar az, hogy nem látom magamat, és most mennyire vagyok mondjuk így kint a frameből, vagy kéne így lennem, ugye 16-on, ha most behúzom ezt az egészet egy kicsit, ilyen készínáztatosan ugye most láthatnám magat, hogy mennyire vagyok frame-be, csak próbálom úgy helyezni magamat. Próbáltam így, itt van a telefont, hogyha mögé rakom, csak nem tudom mi ez letámasztani, akkor a fotó, ugye, hogyha selfie módba rakom, akkor mondjuk mutatná a kijelzőt. Hát, nem tudtam megcsinálni, még ezt a hacket meg kell néznem, úgyhogy ezzel folytatjuk majd valahogy a vlogot, viszont lassan elindulunk hazafelé, lehet berakok arról pár b-rollt, ami azért érdekes, mert sötétedik, és ugye ezek a lencsék nagyon jók kell, hogy legyenek, meg maga a Sony, az A7, a full frame szenzor jó kell, hogy legyen rossz fénykörülmények között is, úgyhogy induljunk el! Muszáj megcsinálnom most azt a tesztet, amiért ilyen furcsán láthattok, az az, hogy nálam van a Sony, a
Fix 4-es fényerővel, és a Panasonic GH5, aminek egy 12-estől 60-asig induló obia van, 284-es fényereig, tehát maximum 4-es a fényerő. És nagyon érdekes az, hogy melyikben mennyire vagyok benne. Talán van egy olyan érzésem, hogy a full frame miatt akár a Sonyban több jobban benne vagyok, illetve most pár dolgot nézzünk meg. Így kézzel tartom ki, és azért hosszú ideig tartani valamit elég nehéz, hát elkezdett egy kicsit remegni a kezem, ami ugye most mind a gép és mind az obik olyanok, amikben van stabilizátor, és hogy mennyire stabilizálja ki az egyes részeket, valamint mivel már szürkület van, ezért mennyire jó a képminőség, mennyire tud ugye ebben erősebbnek kéne, hogy legyen a Sony, valamint hogy néz ki a háttérnek a kenése, így 24-en. Úgyhogy nem mondom el, hogy melyik, most számoljunk. 1, 2, 3, tippeljetek, ez a Sony, ez pedig ez a GH5. Most még egyszer megcsinálom a tesztet. Azért, mert berakok is egy képet nektek, hogy milyen kis állványon fogom őket, és láthatjátok most is a különbséget, hogy van. Ez 24-en van mind a kettő. Nézzük, hogy mennyire keni el ugye a hátteret, hogy van, hogy bírom. Most megmutatom, hogyha az egyiket nagyon-nagyon távol tartom magam, milyen, és hogyha a másik, akkor milyen ennek a minősége, melyik szerintetek. Ide teszem mind a kettőt. Szerintetek melyik? Sony GH5. Gyorsan lecsekkoltam, és muszáj egy hozzáfűzésre, nem most mondom, hogy a GH5-ről beszélek, mert észrevettem, hogy ha bár a szemem sarkából láttam, hogy jó a kerete, amiben vagyok, viszont végig el volt csúszva a fókusz, úgyhogy szeretném, hogy lássátok úgy, hogy milyen, hogyha most tényleg rám van fókuszálva, bár szerintem most is megint elcsúszik a fókusza. Várjatok? Na, hát ez a GH5-nek a nagy hibája. És fókusz megcsináltam, és manuálba raktam, úgyhogy nem fog elkúszni, de legalább látjátok a hátsó kenést. Szóval itt látom, hogy nagyjából frame-ben vagyok, de mivel tök nehéz így tartani általában, mindig ugye egy kis tripoddal, állványjal tartom magam. Így vettem végig magamat a Sonyval, nem vettem észre, tehát az biztos, hogy meg kell szoknom, de talán annak sokkal jobb a minősége, de ti mit gondoltok, kommentbe írjátok meg. Hát ez a vlog is nagyon hosszúra sikeredik, úgyhogy én most itt megállítanám, viszont lesz egy második része is, sőt még egy harmadik is, mert amiről most beszélek lencse, vagy ami most van a kamerán, az a 2470-es 28-es, tényleg spoiler alert, ez lesz a befutó. Úgyhogy folytatjuk jövő héten, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, csengőt is nyomjátok be, Instagramra is menjetek át, jövő héten találkozunk. Sziasztok!